Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A város első osztályú kispályás csapatai 3 hét szünet után léptek ismét pályára. A bajnokság végéhez közeledve egyre több kérdésre kapunk választ. A 23. fordulóban immár 3-ra nőtt a biztos kiesők száma. Egy csapatok közül az egyik a Szita KKT, amely a dobogóért küzdő Bretton RT-vel találkozott. Az első osztályú városi kispályás labdarúgó bajnokság 23. fordulójában két olyan csapat méri össze erejét, mely mindkét együttes számára égetően fontos a győzelemért járó 3 pont. Két fehérmezes csapat a pályán, a Szita KKT és a Bretton RT. Jobbról balra támad a Szita KKT együttese, ellenkező irányban a Bretton RT, és az első helyzet éppen a tabella harmadik helyén álló csapat előtt adódott. Horváth Zsolt lőtt a kapu mellé. Minden bizonnyal nehéz lesz megkülönböztetni majd a két együttes játékosait. A Bretton RT fehér mezben 3 piros csíkkal a mez ujján, a Szita KKT pedig szintén fehér mezben, piros gallérral és piros csíkkal az oldalán. Tehát, mint mondtam, mindkét csapat számára fontos a 3 pont, csak éppen más célokért küzdenek az együttesek. A Bretton RT a dobogós helyezésért küzd, jelen pillanatban 3. 39 ponttal, előtte a Bombon 45 ponttal, mögötte pedig a Turulline 36 ponttal, a Szita KKT pedig a kiesés ellen csatázik. Hogyha a mai mérkőzést megnyeri a Szita KKT, azaz a volt Süni és barátai csapata, akkor még marad reménye az utolsó 3 fordulóra a jövő évi első osztályú tagságot illetően. Hogyha vereséget szenved, vagy döntetlenre végez, akkor búcsút inthet az első osztálynak. A két csapat összeállítása a Szita KKT kapujában Deák Miklós, mezőnyben pedig jelen pillanatban ötössel Kerecsényi Tamás, szám nélkül, kék folttal a hátán Kis József, 4-essel Purgel Szilárd, 11-essel Géresi Zsolt és 9-essel Szőnyi Tibor. A másik oldalon a kapuban Csóka István, mezőnyben pedig 10-es számmal Major Attila, 7-es számmal Horváth Zsolt, 8-assal Zab Zoltán, 11-essel Balló Sándor és 3-assal Tóth Péter. Egyelőre gól nélkül a 3. percben járunk. Horváth Zsolt. Major. Egészen hátra a kapusig. Zab. Rossz helyre a passz. Kerecsényi. Kis. Géresi. Tóth Péter szerelte, aztán Kis Józsefhez kerül vissza a labda. Purgel. Géresi átlépi. Ez szép volt. Kerecsényi a túloldalon. Szőnyit kereste a labdával. Kis József. Horváth Zsolt mellett viszi tovább, Purgel, és aztán Géresi lő a kapu fölé. Mindkét oldalon adódott tehát már gólhelyzet. Zab középre cselez, aztán ellőtte a labdát, Balló pedig nem tudott belepiszkálni. Szöglet lett a dologból. A két csapat az őszi idényben is eredményt produkált, pedig úgy, hogy az akkor még Süni és barátai néven futó csapat 7-4 arányban verte a Bretton RT-t
azaz a Volt Fedél Kft-t. Horváth Zsolt mellé. Nem sokkal került el a kaput, újabb szöglet következik. Balló. Zab, ott van még a lehetőség, és elpattog a labda a kapu előtt. Több gólszerzési lehetőség egyelőre a Bretton RT előtt. Zab, Horváth Zsolt szerzett egyébként labdát, aztán Kis József szerel. Horváth Zsolt bedobása, Szőnyi lép ki. Szőnyi, Hurgel, egészen hátra a kapusig. Kis, Szőnyi. Nem tud elmenni Horváth mellett. Kis József. Hurgel. Kis. Zab. Palló felé. Hurgel lépett közbe. Bedobás. Palló a kapu elé hajítja a labdát, Horváth Zsoltot pedig Géresi erőzte meg. Major Attila kezében a labda, aztán inkább leteszi a földre, Tóth Péter. Csóka. Zab érkezik a labdáért, nem találta el. Cserél közben a Szita KKT Kerécsényi helyett, hetes számmal. Na most bajban vagyok pillanatra. Hiszen a összeállításomon nem szerepel a hetes számú játékos neve. Szőnyi. Horváth Zsolt. Kis. Kivezeti a labdát. Balló. De középre Zab érkezik, szép akció volt. A labda azonban elkerülte a kaput. Hurgel. Kapust zavarták. Csóka. Tóth Péter. Zab. A labda a kapu mellett hagyja el a játékteret. Kis. Közben. Géresi. Kis. Egy jó lövés a kapu mellé. Kis. Kis József ismét, Szaniszló, Tóth Péter. Balló felé, Balló tartja egyelőre még a labdát középen, és aztán Hurgel érkezik vissza, és szerel. Kis József egészen a kapusig adja hátra a labdát. Kis József ismét. Balló Sándor volt erőszakos, és választott el a labdától a Szita KKT játékosait. Kis József ez azonban visszakerült a játékszer. Hurgel. Major lépett oda. Balló. Egy köténnyel próbálkozott, ez nem jött be. Hurgellel szemben. Horváth Zsolt. Balló.
Bretton bedobás következik. Való Sándor bedobása, Deák Miklós pedig kinyúlt a levegőbe és elütötte a labdát. Deák vágja előre. Major. Újabb csere a Szita KKT-ben. Vonnák János a pályán kettes számmal. Szőnyit váltotta. Zabbedobása, Balló nem találta el jól a labdát. Így az a kapu mellé pattogott. Kis. Vonnák, a tizedik percben járunk. 0-0 az eredmény. Szaniszlótól vették el a játékszert, aztán Kis József előzi meg Major, Kis József még mindig Purgelhez passzol, visszakapja Kis, lő, és véd a kapus. Purgel. Kis. Horváth Zsolt. Szaniszló indulhat ebből. Kis József létszámfölényben, a Szita KKT játékosai, és az akciót végül Szaniszló fejezte be. A labda a kapu mellé vágódott. Továbbra is 0-0 az eredmény. Tóth Péter. Horváth Zsolt nagyon szépen fordult le. Purgel, Géresi, messze pattant tőle a labda, és ez elég volt ahhoz, hogy Major odaérjen. Purgel. Vonnák. Kis József. Szaniszló. Elakad a keresztlabdája. Horváth Zsolt. Kis Józsefről lefordul. Zab. Óriási védés Deáktól. Ismét Zab próbálkozik most középre, adja Horváth Zsolt, Purgelben akad el a labda, Tóth Péter, őt Szaniszló űzi hajtja, Balló, Purgel érkezett hátra, és mentett. Kirúgás következik, Kis József. Purgel szép mozdulattal tette tovább, de ez hatástalan volt. Balló, Deák a hatoson kívül ért kézzel a labdába, én innen úgy láttam. A játékvezetők inkább vonalban voltak. Major mellé. Purgel. Vonnák. Horváth Zsolt. Szaniszló érkezik. Géresi bedobása. Kis József, egyből! Szép mozdulat, szép védés. Csókatolt a szögletre a labdát. József, Purgel, Horváth Zsolt, Major, Vonnák szabadította fel a kaput, hiszen két Bretton játékos is megindult volna Purgelbe középre, a centerezés azonban nem jut el Szita KKT játékosikat. Másik oldalon most már Zab próbálkozhat és meg is szerzi a találkozó első gólját. A 14. percben egy kontraakcióból vezetést szerez a Bretton RT. A gólszerző pedig Zab Zoltán.
Bonnák, Kis József, Kerecsényi, Horváth Zoltán érkezett vissza a 9-es számmal, és aztán Kerecsényben akad el a labda. Tóth Péter Borostyánt keresi, meg is találja a Borostyán, meglepődött, hogy elé került végül a labda, üres volt a kapu, de nem találta el azt. Így marad az 1-0-ás vezetés. Kis József. Szaniszló teszi tovább, de Borostyán ért vissza a helyére, Horváth Zoltán, Horváth Zsolt. Kis Józsefre vezeti rá a labdát, aztán Tóth Péter érkezik, egy picit csínybe kapta, Bonnák érkezett. Horváth Zsolt bedobása, Horváth Zoltán saját játékosát Borostyánt találta el. Horváth Zsolthoz kerül vissza a labda, aki elé Szaniszló áll be, és szerel. Gurgel. Bonnák. Kerecsényi. Szaniszlót Major előzte meg, Tóth Péter. Horváth Zolt. Horváth Zoltán. Na, csak kinyögöm végül. Major vette célba a Szita KKT kapuját, és centiméterekkel ugyan, de elkerülte a labda a jobb kapufát. Kis József. Purgel. Kis József viszi tovább, maradnál a labda, aztán Purgelhez passzol ki a szélre. Major érkezett. Purgel kezében a labda, Kerecsényi érkezik a labda felé, de egy picit magas volt. Tóth Péter, a 17. percben járunk, 1-0-ás Bretton RT vezetés. Csóka. Horváth Zsolt érkezett labdáért, aztán Bonnák nagyot taszít rajta hátulról. Szabadrúgás. Horváth Zoltán, Tóth Péter. Purgel húzza vissza a labdát. Tóth Péter. Bonnák fejel bele. Bedobás. Horváth Zsolt, ez Kerecsényiről vágódik le. Ismételhet Horváth Zsolt. Egészen hátra a saját kapusáig dobja a labdát. Csóka. Major mozog keresztbe, Borostyán megindul a bal oldalon, de hosszú a labda. Purgel. Kis József. Bonnák. Kerecsényi. Purgelnek teszi le. Majorban akadt el a lövés. Kerecsényi bedobása, mindenki feje felett elszáll a labda. Horváth Zoltán pedig kivágja a labdát. Kis József. Rossz helyre. Horváth Zsolt. Egy lágy mozdulat. Deák azonban ezt védte. Horváth Zsolt. Levágódik az előtte álló védőről. Kapusnak kell kisegíteni a mezőnyjátékosokat. Borostyán bedobása, Bonnák. Horváth Zoltán elől fejelte ki a labdát, és aztán Szaniszló indulhat meg. Kerecsényi meghagyja ott a felező vonal környékén. Purgel. Major. Következik. Azt nem lehet mondani, hogy óriási iramú lenne a találkozó. Horváth Zsolt, sok a hiba, Bonnák. Horváth Zoltán elől keményen. Tóth Péter. Borostyán jön hátra a labdáért. Szépen hozzák ki eddig.
Borostyán, Vonnák határozott ismét, Kis József. Kerecsényi zárkózik fel. Horváth Zoltán. Nem tudja megszelidíteni. Kerecsényi. Kényszerítőzni próbált Kis Józseffel. Elvették azonban a labdát. A Breton RT játékosai gyönyörű akció. Tóth Péter, Horváth Zoltán, Borostyán Csaba összjáték, és végül Borostyán az oldalhálót, pontosabban a hálótartó vasat találta el kívülről. Így továbbra is marad az 1-0-ás Breton vezetés, akkor, amikor a 21. perc kezdődött meg. Kis József. Vonnák. Urgell. Vonnáknak vissza, Kis József. Horváth Zsolt erőszakos és veszi el a labdát, és aztán 2-0-ra alakítja a mérkőzés állását. Horváth Zoltán a gólszerző. Kis Józseftől elvette a labdát, aztán elfektette Deák kapust is, és végül elgurította az üres kapuba a játékszert. A 21. percben 2-0-ra vezet a Breton RT. Kerecsényi, Kis József, Urgell, Horváth Zsolt. Kerecsényi fülelte le az átadást. Szőnyítette tovább, Vonnák érkezik, gyönyörű lövés. A kapufáról vágódott ki a labda a játéktéren kívülre. Csóka. Rossz helyre, Kis József. Szőnyi fordul. Egy lövés, Csóka beleér. Szöglet következik. Urgell Szilárd szöglete. Jól veszi észre az érkező Kerecsényit, aki nem tudja kapura fordítani a labdát. Így kirúgás lett a dologból. Borostyán. Létszám fölényben a Breton játékosok, aztán végül Vonnák oldja meg a labdát. Problémát, kivágja a labdát. Horváth Zsolt. Kis. Kerecsényi. Vonnák. Kis a túloldalon. Kerecsényi. Kis József. Elveszti Horváth Zoltán. Aztán Kis lép vissza. Major. Horváth Zoltán, hárman érkeznek, Horváth 3-0. Major passzolt Horváth Zoltánhoz, aki Zab Zoltánt szerette volna játékba hozni, ezt meg is tette, de visszakapta a labdát Zabtól, és aztán az üres kapuban már nem okozott nagy gondot, hogy bejutassa a labdát. 24. perc, 3-0-ás Breton RT vezetés. Horváth Zoltán második gólját szerezte ezen a mérkőzésen, és megint csak nála van a labda, és aztán most már Mester 3-ast tudhat magáénak. 4-0. A középkezdés után rögtön megszerezte a labdát a Breton RT. Ebből Horváth Zoltán indult, és Deák kapus lábai között szerezte az újabb találatot. 4-0 az eredmény a 24. percben. Tóth Péter bedobása, Zab, megszelidíti a labdát, Major indul be a bal oldalon, nem a holdvilág a labdával, most már ötös számmal,
friss játékos a pályán, tehát a Bretton csapatában. Vonnák, Giresi a vonal mellett. Kis. Kis József. Szőnyi nem volt kint, Major. Holdvilág. Zab. Zab Zoltán szépen vette át a labdát. Egy lövőcsel, és aztán második ütemre lőtte el a labdát, ez de átfogta. Épp úgy, mint ahogy most is lehúzza a labdát biztos kézzel. A bedobást követően Szőnyi. Kis József. Szaniszlónak hátra, és nincs tovább. Letelt az első félidő 25 perce, 4-0-ra vezet a Bretton RT. Visszavág az ősszel elszenvedett vereségért. Igaz, hogy még hátra van a mérkőzés fele, de a játék képe alapján eddig nagyon magabiztos a Bretton RT vezetése. 4-0 az eredmény, jobbról balra támadó fehérmezes csapat javára. Holdvilág, Horváth Zsolt, Zab, Balló, Kis Józsefben akadt el a labda. Zab Zoltán. Beállt, szedte fel a boruló labdát. A kidobás pedig nem jó. Horváth Zsolt. Géresin pattant meg, Horváth Zsolthoz kerül vissza a labda. Baldó felé ívelte a labdát, de nem volt pontos. Kerecsényi, Kis József. Szaniszló. Baldó állt a útját. Kerecsényi bedobása, Szőnyi, Major volt szabálytalan, Géresi, Kis József, Géresi kapja vissza, és aztán Csókának kellett védenie. Géresi nem tudta már irányítani a fejest. Szita Kálkáti csapatában nagyon hiányzik az egyik meghatározó játékos, Bozai Attila. Kerecsényi, Zab elé teszi a labdát. És aztán Deáknak kellett védenie. Balló szöglete. Holdvilág érkezett, szép mozdulattal tette kapura a labdát ugyan, de elkerülte a bőrgolyó a ketrecet. Kis József. Szőnyi. Ballót forgatja meg, aztán ő maga is belebonyolódik egy picit a cselekbe. A passz ismét pontatlan. Ebből most fordulhat a Bretton. Horváth Zsolt. Holdvilág. Horváth Zsolt indul be, kapja is az üres területen, Horváth Zsolt, Kis József állja útját, kirúgás. Kerecsényi, Szőnyi, Zab lépett oda keményen, mert tovább a játék. Kerecsényi sarkáról pedig felpattantatva, Horváth Zsolt indul, Kis József állítja meg. Zab volt szabálytalan, elrántotta Kis Józsefet. Szita szabad rúgás, Kis. Kerecsényi.
visszafelé cselez. Szőnyi. Horváth Zsolt most már. Balló. Deák messze kilép a kapujából, 8 méterre. Ott szerezte meg a játékszert. Kis. Géresi fordul kapura, Géresi csókavéd. Jobb lábbal. Balló. Holdvilága túloldalon. Egy picit hosszú volt a labda. Szaniszló, Szőnyi. Kerecsényi. Szaniszló Kerecsényinek vissza, Szőnyi. Zab. Vonnák utolsó emberként az utolsó pillanatban mentett Balló elől. Géresi. Kerecsinyit Major előzte meg. Kerecsinyi bedobása. Géresi. Szöglet. Zab emeli ki. Vonnák adja haza. Deák. Előre vágja. Major. Róla pattan ki a labda az oldalvonalon túlra. Kerecsinyi bedobása. Géresi. Géresi még mindig csókavéd. Újabb szita szöglet a 31. percben. Szőnyi kapásból kipattanó labdára. Csóka kirúgása, Zab veszi le, de Szaniszló ott van mellette szorosan. Szőnyi érkezik hátra segíteni. Deák. Balló. Horváth Zsolt. Holdvilág. Zab labdája végül elakadt Szőnyiben. Kerecsényi. És ebből most fordulhatnak a Szita KKT játékosai. Géresi, Major érkezett. Egy újabb kapáslövés Szőnyi Tibortól. A labda azonban most is elkerüli a kaput, pontosabban most elkerüli a kaput. Horváth Zsolt vágja előre, Balló veszi le. Ott marad a labda, ő viszont tovább lépett. Szaniszló. Kerecsényi. Szaniszló. Szőnyi. Horváth Zsolt lép közbe. Vonnák. Rossz helyre. Csóka. Major. Horváth Zsolt tette tovább. Zabtól kapja vissza. Balló. De elkapus kivetődött. Labdát nem ért el. Balló Sándor szerez labdát. Egy gyönyörű mozdulat a felső léc. Siet a Szita KKT segítségére. Holdvilág. Zab ánt a túloldalra. Balló. Gól, 5-0. A Szita KKT játékosai csak nézték tulajdonképpen ezt az akciót. És így a 34. percben már 5-0-ra vezet a Bretton RT. De hát, vonnál. Urgel. Géresi. Horváth Zsolt. Balló. Lágyan perdíti tovább. Zab Zoltán.
Zapkusz középre, aztán ellövi. Furgelben alakad a labda. Balló. Horváth Zsolt. Kiharcol egy szögletet. Zab. Oldvilál teszi vissza Zab Zoltán elé. Kirúgás. Perc 5-0-ás Bretton vezetés. Major fejeli ki a labdát. Kerecsényi dobhat. Holdvilág. Holdvilág még mindig. Balló. Deák volt résen. Kurgel. Tovább tudta perdíteni Major előtt. Kerecsényi. Gyéresség nem jut el a labda. Horváth Zsolt. Ismét a kapusnak kell figyelnie, Ballót előzte meg. Holdvilág középre, Zab Zoltán pedig a bal szélre húzódik. Balló, Deák véd. És aztán Szaniszló indulhat meg, Kurgel jut el a jobb oldalon, a túloldalon Kerecsényi érkezik. Szaniszló, Zab keresztez. Kurgel. Csókának kellett közbeavatkoznia. Csúka kidobása. Balló Sándor. Zab. 6-0. Zab Zoltán megnézte magának a jobb felső sarkot, és végül oda helyezte a labdát, ahova akarta. 37. perc. 6-0-ra vezet a Bretton RT. Zab Zoltán szerezte a Bretton első találatát is a 14. percben. Horváth Zsolt, Balló Sándor, hát a túloldalra Zab elé. Zab most csak az oldalhálót találta el. Kurgel. Géresi. Kerecsényi. Szaniszló. Kurgel, Csóka fogja a labdát. Balló, szép akció, három érintésből, és már is 7-0 a Bretton RT-nek. Zab tálalta a labdát remekül Balló Sándor elé, aki aztán nem hibázta el. Egy percen belül ismét két gól. Hét nulla az eredmény. Kerecsényi lövését fogja Csóka. Aztán rögtön Balló Sándor dobja játékba, és már is ott a 8. Bretton találat. Teljesen szétesett a Szita KKT csapata. 38. perc, 8-0-ra vezet a Bretton RT. És Balló Sándor is mester 3-ast produkál eddig, épp úgy, mint Horváth Zoltán. Vonnák. Szaniszló. Deák. Kurgel. Szaniszló. Még mindig ő. Gyéresihez passzol, körülményes. A labda átvétel. Visszaértek a védők. Szöglet. Szaniszló érkezett, mint berobbanó ember. Csak az irányzék volt pontatlan. Horváth Zsolt. Zab Kurgellel csatázik. Deák kapus.
keresi az embert. És aztán éppen Zab Zoltánba lövi. Horváth Zsolt, Zab Zoltán mellé. Horváth Zsolt már elindult, hogy elvégzi a szögletet. Aztán figyelmeztette a játékvezető, hogy kirúgás következik. Burgel, Szaniszló. Géresi, azt már el lehet lőni. El is lövi Géresi, de Csóka véd. Vonnák. Kerecsényi, Vonnák kapja vissza. Egy távoli lövés, Tóth Péterben akad el a labda. Szöglet nincs, csupán egy bedobás. Telt el a mérkőzésből, 8-0-ra vezet a Bretton RT. Csóka kirúgása, Horváth Zsolt, Szaniszló vette el szépen a labdát, Deák, Szaniszló ismét, Burgel. Zab kicselezi a kapust, és aztán ismét az oldalhálóba lő. Zab Zoltán egyelőre nem tudja megszerezni harmadik találatát ezen a mai mérkőzésen, és ezzel felzárkózni a két triplázó Horváth Zoltán és Balló Sándor mellé. Burgel. Kerecsényi. Szaniszló. Burgel. Géresi. Szaniszló Borostyán előtt. Géresi. Kerecsényi. Zab vele szemben. Burgel. Kerecsényi. Géresi. Vonnák. Géresinek vissza. Géresi lő. Csóka véd. Szöglet. Vonnák János szöglete, Kerecsényi a kapufát találja el. A bal kapufa külső éléről pedig elhagyja a labda a játékteret. Horváth Zsolt, Borostyán most már a labdával. Borostyán, Vonnák állja útját. Horváth Zsolt lövése pedig elkerülje a kaput. Továbbra is 8-0-ás a Bretton vezetés. A 42. percben. Zab Zoltán helyett Horváth Zoltán a pályán. Így most már nagy valószínűséggel Horváth Zoltán marad a mérkőzés végéig. Horváth Zsolt, Borostyán 9-0. Ismét létszámfölényben voltak a Bretton játékosai, két védővel szemben három támadó. Kijátszották. És Borostyán megszerzi a Bretton 9. találatát, mindez a 43. percben. Major. Horváth Zsolt. Major kapja vissza. Tóth Péter. Tóth. Horváth Zsolt. Géresire vezeti le. Elmegy Géresi mellett, beteszi középre, Horváth Zoltán talpa alatt pedig elcsúszik a labda, üres volt pedig a kapu. Borostyán, Vonnák, Major át a túloldalra, Horváth Zsolt, Borostyán 10-0, nem jöttek vissza, az itt a játékosai védekezni. 44. perc, demoralizáló a különbség. 10-0 a Bretton RT javára.
erre szokták mondani, hogy ez még gombózból is sok. Úgyhogy az asztali tenisz szakszavaival élném. Csing van közte. Szűnyi. Major. Borostyán érkezik. Vonnák keresztez. Borostyán Csaba szöglete. Horváth Zsolt. Major. Védakapus. És újabb szöglet. Major most a felső lécet találja el. Mehet tovább Horváth, és aztán Borostyán. Az újabb mester hármas szerzője. 11-0. 45. perc. Szita KKT kiütéses vereséget szenved, most már csak a szépítő találatért küzdhetnek. Géresi próbálkozik is távolról, a labda elkerüli a kaput. A játékosok már tudják, hogy ezzel a mai vereségükkel pontosabban nem csak egy plusz volt az egész éves teljesítményhez, búcsúznak az első osztálytól. Kerecsényi. Urgell nem ér vele. Horváth Zoltán. Kerecsényi. Vonnár. Horváth Zoltán. Horváth Zsolt. Horváth Zoltán. Deák Véd. Horváth Zoltán bedobása, Borostyán, és aztán Kerecsényi szedi össze a labdát. Borostyán 12-0. Letámadott a Bretton. Ez megzavarta a kapust és Kerecsényit. És a 47. percben immáron 12-0 az eredmény. Borostyán negyedik gólját szerezte. Géresi. Nagy valószínűség szerint a Szita KKT játékosai most már csak a mérkőzés végét jelző sípszót várják, de erre még várniuk kell 3 percet. Éresi, Horváth Zoltán, Vonnák lép közbe és akadályozza meg azt, hogy 3 Bretton játékos induljon meg a Szita KKT kapuja felé. Géresi, Kerecsényi, Horváth Zsolt érkezett vissza és löki Kerecsényit. Szita szabadrúgás. Purgel állítja le a labdát. A kaputól 10 méterre. Kerecsényi is érkezik a labda mögé. Sőt, még Deák kapus is előre húzódik. Most már minden mindegy alapon. Kerecsényi lövi el. Tóth Péterről vágódik le. Horváth Zsolt pedig egészen a saját kapujától, és gólt szerez a saját hatosán belülről. Deák előre húzódott a szabadrúgáshoz. És a megszerzett labdából Horváth Zsolt vette észre a lehetőséget, és az üres kapuba emelte a labdát. 13-0, mindez a 49. percben. Vonnák. Géresi. Tóth Péter szerel
Gurgel, Gyíresi, Horváth Zsolt érkezik hátra középen. Major, Borostyán, hosszú a labda. Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés utolsó perce. Vonnák. Gyíresi. Kerecsényi. Gurgel. Kerecsényi. Kirúgja a labdát. Borostyán. Csóka. Tóth. Csókának vissza. Borostyán. Szűnyi fülelte le a paszt. Majort cselezi ki. Tóth Pétert azonban már nem tudja ott hagyni. Gurgel. Kerecsényi. Borostyán. Horváth Zsolt. Horváth Zoltán átlépi a labdát. Deák helyben maradt, és ezt jól tette. Azonban Borostyán, Horváth Zoltán, 14-0. Slusszpoén a mérkőzés utolsó másodperceire, és vége is a mérkőzésnek. Horváth Zoltán is 4 gólt szerzett ezen a mai találkozón, a Breton RT pedig 14-et, a Szita KKT pedig 1-et sem. A meglehetősen alacsony színvonalú mérkőzésen tehát Szita KKT, Breton RT 0-14. A 23. játékhéten Csonkára sikeredett a forduló, hiszen a Turuline nem tudott kiállni a Bombon ellen, így a tavalyi bajnok mérkőzés nélkül gyűjtötte be a 3 pontot. Ezen a héten kiderült, hogy a Cooper SC jövőre az 1B-ben folytatja. Következenek az összefoglalók. A 14. Total Food az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára, amíg kieséstől is veszélyeztetett Csíklusi Atlantis Club ellen. A tétnélküliség felszabadult totál játékot eredményezett a mérkőzés elején, és a sereghajtó kétszer is vezetett a világos kékben játszó Csíklusi ellen. A nagy öregek aztán bemelegedtek az első félidő derekára, s egyenlítésük után állva hagyták ellenfelüket. Olyannyira jól sikerült a robbantás, hogy a félidei 8-2-es cseka vezetés már a biztos 3 pontot jelentette. A második félidőben azonban a totál játékosai megpróbálták a lehetetlent, s fokozatosan csökkentették hátrányukat. A végére azonban túl soknak bizonyult az első félidőben bekapott 8 gól, és a Csíklusi végül 9-7-re nyerte a gólokban gazdag találkozót. Az elején nem tudtunk felpörögni, ugye vezetett 200 ellenfél, lelkes csapat volt. Utána elkezdtünk játszakasztani, hogy félidő 8-2 volt. Azt hittük, hogy már a babis hús, tehát a futás nélkül lejátszok a második félidőt, és hát az ellenfél nem adta fel, és hát szorosá tudott tenni a mérkőzést. Az első félidőben kicsit elhagymatogattuk a játékot, elaludtunk. Kicsit rányomt a bélyegét szerintem a meccsre az, hogy már kiestünk, tehát már nincs semmi esélyünk bent maradni. És hát így kezdtünk, azt szép lassan felpörögtünk, idősebbek szerintem kicsit elfáradtak, hogy ők már biztok abból, hogy a nagy gólarány miatt megnyerik a meccset. Ez lett a vége. Helycserés támadásra készült a zöldmezes maratonsport a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Csapata ellen, hiszen egy győzelemmel a tavasszal robogó maraton előrébb léphetett volna a tabellán. A mezőnyben nagy küzdelem folyt a pályán, és a támadások befejezésénél a maraton játékosai hibáztak kevesebbet, a félidőben 3-2-re vezettek. Fordulás után már érzékelhető volt, hogy a MÁV kapusgondokkal küzdik, és ez bizony igen fájdalmas volt a vasutasok számára, futószalagon kapták a gólokat. A maratonsport 9-3-ra nyerte a találkozót, fellépve ezzel az 5. helyre. Csapatnál is ez a gond, hogy nagyon sok a sérült, és a munkai olyan helyen dolgoznak, hogy nem tudnak minden mérkőzésre eljönni, és hát egy-egy meccsen jól játszik a csapat, utána visszaesik. Na meg arról nem beszélve, hogy általában ezeken a napokon vannak az edzések, és vannak olyan játékosok, hárman is, akik edzésről jönnek. Nagyon meg vannak futatva, és nagyon el vannak fáradva, hát de remélem, hogy benn fog maradni, és ez nem fog nekünk gondot okozni. Szakmailag szerintem elég értékelhetetlen, elég gyengén állt fel az ellenfél, talán kicsit lazán is vettük, egyszerűen csak győztünk. Úgy néz ki, ezzel megvan a bemaradás, hogy a célunkat végül is elértük vele. A 23. fordulóban még a kiesés szelétől is érintett bádogos a tabella 5. helyén álló Klubfecával mérte össze erejét. Azt már a mérkőzés elején lehetett látni, hogy melyik csapatnak fontosabb a 3 pont, a zöldmezes bádogos vezetett veszélyesebb támadásokat. A félidőben már 2 gólos volt a szorult helyzetben lévő együttes előnye.
A második félidőben szépített a Feca, de a fáradtan mozgó zömében az Ikarus Dunafém NB3-as csapatának játékosaira épülő bordómezes alakulat nem tudta megszorítani lelkes ellenfelét. A bádogos végül magabiztos játékkal 4-1-re nyert. Elég jól védekeztek, nekik az a masszív védekezés volt a fegyverük, és ez be is jött, mert ők találták az első gólt, abban a pillanatban befeküdt nekik a játék, és így meg tudták nyerni a mérkőzést. Maximálisan odaadta mindenki magát, sőt, hogy mondjak egy ilyen pontot, hogy a csere játékosok annyira játérezték a dolgokat, hogy azt mondták, maradjon a csapat, kibírja ezt, meg tudja csinálni, és hát látszott is 4-1-re győztünk. A Cooper SC-nek immáron egyetlen esélye maradt a jövő évi első osztályú tagság kiharcolásához, és egy cél érdekében első lépésként a Szépházak skalpját kellett volna begyűjtenie. Nos, talán ennél nagyobb falat nem is juthatott volna a kékmezes Coopernek, hiszen az ingatlan iroda az idei bajnokságban még senkitől sem szenvedett vereséget. A papírformának megfelelően a Szépházak szerzett vezetést, ám ellenfele egyenlített. Ezután az történt a pályán, amit a bajnok akart, és vezetése után nyugodt játékkal növelte előnyét. A Cooper SC nem bírta tartani a lépést, és 5-2-es vereségével már a pontvadászat vége előtt 3 fordulóval búcsúzott az első osztálytól. Első fél időben az elején jól láttuk a sarat, a vége fele elúszott, ott a 3-1 lett, utána már mindegy alapon támadtunk, sőt 2 lett a vége. Az elején kicsit nyugmenyelős volt a találkozó, aztán belelendültünk. Sima győzelmet arattunk. És ezzel végérvényesen kiejtettétek a Coopert? Igazából ezzel nem is gondolkodtunk. Úgy érzem, hogy minden csapat minden meccsen győzni akar, mi ugyanezt akartuk most, úgyhogy ez sikerült. Ennek körülünk sajnálom, hogy a Cooper búcsúzott ezzel az első osztálytól. A Polyák BT épp úgy, mint néhány sorstársa még kiesett, de akár bent is maradhat a legjobbak táborában, és a további elitligás tagságért például a Fevitát is le kellett győznie. Nos, a két csapat az első félidőben kiegyenlített játékot produkált, 1-1 gól született mindkét oldalon. A második félidőre nagy iram és ideges hangulat volt jellemző, és a rendületlenül támadó piros-fehérmezes Polyák játékosai nem sokat törődtek a védekezéssel. A Fevita elhúzott, majd kesergett, hiszen a hűtőgyári a kapusa nem fogott ki túl jó napot a 23. fordulóban. A Polyák kiegyenlített, majd a mérkőzés hajrájában megfordította az állást, és végül 6-4-re nyert. A Polyák BT reményei így tovább élnek. Szerencsénk volt, hogy a Jani ma rosszabb napot fogott ki, de úgy érzem, hogy mi is kaptunk 3 olyan gólt, amit hárítani lehetett volna. Hát így lett izgalmas a végére, szerencsére nyertünk, de azt hiszem most már sajnos nem fogunk megmenekülni a kieséstől. Mindent megteszünk, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Nézzük az első osztály 23. fordulójának eredményeit. Total Food C plusz V 7-9, MÁV Gépészet Maratonsport 3-9, Bádogos Klubfeca 4-1, Szépházak Cooper SC 5-2, Polyák BT Fevita 6-4, Turul Line Bombon mérkőzés nélkül 0-3, Süni és barátai Bretton RT 0-14. A tabella élén a Szépházak 94 ingatlan iroda áll, második a Bombon 45, míg harmadik a Bretton RT 42 ponttal. A Turul Line a negyedik, a Maratonsport az ötödik, a Klubfeca a hatodik, hetedik helyen a C plusz V Atlantis Pub és a nyolcadik helyen a MÁV Gépészet áll. 9. a Bádogos 34 ponttal, 10. a Fevita 32 ponttal, a kieső helyeken jelen pillanatban 11. a Polyák BT 26 ponttal, ő még bent maradhat az első osztályban, a már biztos kiesők pedig 12. a Szita KKT 22, 13. a Cooper SC 20, 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B-ben a következő eredmények születtek az elmúlt játékhéten. Zöldker, FC Chelsea 4-1, Ságépítő, Korall 2-3, Erszábal Bologisztik, Széphő, Más Tészta 4-5, VDA, Fészeképítők 2-6, Tracktrailer, Hungária Taxi 10-1, Placbau, Obsitos 8-4, Dekkebau, Fehérvíz 3-2. A bajnokságot a Tracktrailer vezeti 58 ponttal, a Fehérvíz a második 57 ponttal. Kiélezett a küzdelem, tehát harmadik a Fészeképítők 42 ponttal. Aztán negyedik a Korall, ötödik a Dekkebau, hatodik a Más Tészta, hetedik a Széphő, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker, tizedik a Placbau, a kieső helyeken pedig 11. az Obsitos 23, 12. a Ságépítő RT 21, 13. a VDA szintén 21 és 14. a Hungária Taxi 19 ponttal.
Kedves nézőink, a jövő hét kedden és csütörtökön a Videoton Oktatási Központban, a 24. fordulóban, a Breton RT a Polyák BT-vel, a C plusz V a Szita KKT-vel, a Klub Feca a Szép Házakkal, a Cooper SC a Total Fooddal, a Fevita a MÁV gépészettel, a Bombon a Bádogossal, a Maratonsport pedig a Turulájnal csap majd össze. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!